Ez év januárjában indította útjára Kovács Pál Művelődési Központ az Emberlélek elnevezésű beszélgetés sorozatot, amelyben a meghívott vendégek városunk díszpolgárai. Vannak közöttük, akiket ritkábban, vannak, akiket nap mint nap láthatunk itthon, ilyen ember Ömer Otto is, népzenepedagógus, prímás, aki jelenleg is tanítja a fiatalabb generációt a zeneiskolában. Az október 16-ai beszélgetésen jelen volt és közreműködött Römer Judit is, a moderátor ifjabb dr. Beranek László volt. A sorozat szokásos, rövid bevezetőjét ezúttal is Zám Lajosné, a Kovács Pál Művelődési Központ igazgatója tartotta, aki bemutatta a rendezvény három vendégét a jelenlévőknek. A beszélgetés előtt egy kis népzenével szórakoztatta a közönséget Römer Otto és lánya Römer Judit. Thank you.
Az este folyamán részletes életrajzot kaptak az érdeklődők Römer Ottóról, az amatőr népzenész édesapától kezdve a debreceni főiskoláig, ahol remek tanárok és jó szakmai közösség volt. Römer Ottó szívesen beszélt az első zenekarról, a Déli Báb együttesről, amelynek 16 órányi stúdió felvétele ma is megtalálható a rádió archívumában. A fiatal diplomás zenetanár Debrecen után került Tiszafüredre, ahol megbízták a helyi zeneiskola vezetésével. Eközben megalakult a Morotva zenekar tiszafüredi zenetanárokból. Ez a csapat bejárta az egész világot. 2 kazettát és 3 CD-t adtak ki, egy évben átlagosan 100 koncerten játszottak. 1990-ben került Nyíregyházára, ahol az újonnan alakult népzene tanszéken rábízták a tananyag kidolgozását. Römer Ottó mesélt a népzenei gyűjtésekről is, ahol öreg cigányzenészektől azt kérte, hogy autentikus muzsikát játszanak. A közönségnek további zenei érdekességet is mutatott a két művész, hogyan hangzik hegedűn a fő motívum, és hogyan a kíséret, majd hogyan szólal meg együtt, 2 hangszerből a zene. Römer Ottó nem csak a tanárként végzett munkáról beszélt, hanem arról is, hogyan lett 2 gyermeke, Judit és Ádám zenész. Ezután szóba került a bírózenekar, a nyugdíjazás, a zeneiskolában néhány évvel ezelőtt megalakult Dixieland együttes, amiben nagy örömmel játszanak a zenetanárok. A beszélgetés végére is jutott egy kis muzsika, amiben számítottak a közönség együttműködésére is. Kottákat osztottak ki a jelenlévőknek, majd közös előadásban felcsendült az erdélyi népdal Mondd meg virág a virágnak. A muzsika után a hagyományos köszöntés következett, Vargárné Balogh Irén alpolgármester és Zám Lajosné nyújtotta át a szokásos ajándékot, a rendezvény alkalmából készített makaront, egy virágcsokrot és egy üveg vörös bort. A közönség egy-egy pohár borral köszöntötte Römer Ottót és barátait az est végén.